második fordulóján Hírmód Videóton Puskás Akadémia 2-2 mérkőzés végén Hartyáni Gábor kérdeztük a vendégek vezetőedzőjét, hogy hogyan látta a találkozót. Mindenféleképpen bravúr részünkről ez az eredmény, még akkor is, hogyha 2-0-ra tudtunk vezetni. Azt tudtuk, hogy nagyon képzett játékosokban áll a Hírmód, mezőnyfölénye lesz, ezt is tudtuk. Néha az a döntő mezőnyfölény volt, amit azért azt nem kalkuláltuk be. De ezek után, hogy a 15. percben cserélni kellett két játékost, két bekapásztó játékost, a csapat cserélni kellett, kétszer cserék voltak, ezek után én úgy érzem, hogy a csapat nagyon küzdött. Még akkor is, hogyha kettőnök kiegyenített a Hírmód, megérdemelte, mert voltak neki lehetőségei, ha bár nekünk is volt egy 100%-os gólhelyzetünk összeszerei múltán. De egy ilyen jó csapat előtt, mint a Hírmód, ez mindenféleképpen van. Szereztek egy pontot, vagy itt vagy csak kettőt? Szereztem egy pontot. Mondom, a 2-0 ellenére is benne volt a levegőben, hogy kiegyenlítsőre, tehát a legyőzőre benne volt a levegőben, de amire számítottunk, a mezőfölény ellenére kontratámadások hatékonyságára számítottunk, mert bejött, mert a két kontrán kívül volt még kontra lehetőségünk, amit hogyha pontosabban fejezünk be. De már meg kell elégedni ezzel az eredménnyel, mert ez valami nagyot küzdöttek a srácokat viszont. Összességében a csapatot lehet dicsérni, vagy van, akit külön ki lehet emelni? Hát egy ilyen bravúrnál a lényeg az, hogy egy jó átlag teljesítmény nyújtsanak a játékosok, és ehhez hozzájön egy-két bravúr, tehát egy-két játékos plusz tud hozzáadni, akkor jön ki ez akkor jön ki az, hogy bravúr tud elérni. Most hozzátett a kapusunk, a Célje, a két-három bravúrja volt, a középső védő, az is, hogy ellátta a feladatát, a Brandaba segített, vagy az Evandro, bocsánat. Az Evandro segített rajtunk, mert sokan dolgozott, elég nehéz volt őt tartani a második gólban a döntő értelmei vannak. Tehát ez mindig így van, jó átlag teljesítmény, az hozzátesz két-három játékos pluszt, akkor el lehet érni ilyen bravúrt. Köszönöm szépen, gratulálunk és tovább a sok sikert. Köszönjük. A mérkőzés végén Csank János hazajött szakvezetőjét kértük meg, hogy értékelje a találkozót. Hát tulajdonképpen azért voltam csekkenélhetetlen, mert megint sikerült kapunk egy gólt. Ami mondjuk azért szép gól volt az igazság. Tehát az kilőtte a bosszút, kapufás gól volt, ilyen előfordul. De az, hogy rendszeresen megyünk az eredmény után, illetve az ilyen gólok előtt mi mindig csinálunk már lehetőséget, amiből kéne nekünk is így találni egy-egy gólt. Hiszen alapvonalon lent vagyunk, visszagurított labda, élesen belőtt labda, amire lehet érkezni, és ha pontos, akkor lehet gólt rúgni. Hát sok lehetőséget alakítunk ki, ami nem, ha nem is teljesen nagy cicsel, de az utolsó passzok miatt általában nem lesz az. Vagy pedig az érkezés marad le adott esetben. És ez a hátsó figyelmetlenség, ez megint benne van. Kétségkívül igaz, hogy rendszeresen a védelem problémás, hiszen valaki ezért azért nem játszik, de egy biztos, hogy tulajdonképpen a védekezésünkkel, főleg az egyéni védekezéssel vannak problémák, ami hát lehet, hogy képességből is, azt nem tudom még, azért is próbálkoztam itt a bevenni embereket, hogy tudjam, hogy ki mire képes, a Bognár nyilván a lecseréje is azért, hogy a Patrikot lássam játszani, hiszen annyira nem játszott rosszul a Bognár, hogy deket volna cselezni, de hát az ő képességeit ismerem, és a Patrikért azért nem annyira. Persze próbáltunk gyorsítani úgy, hogy visszakerült a balhátvéd posztján a Barba, hogy legyen ráfutónk, de azt, amit akartam, azt annyiból el is értük, hogy a labdabirtoklásunk, ami mostanában, ami régebben, mikor gondolom problémás volt, azt le
lehetett. Most ebben biztos, hogy nem ver meg senki minket, tehát jól csináljuk. Viszont a minőségi, mélységi passzok egyrészt a Cserinek a kapkodása miatt, aki egyébként nagyon jól szokott játszani, most rendkívül nagy hiba százalékkal játszott, vagy technikai hibákból a felpasszott labdákat rosszul vettük el, és nem tudtuk folytatni a játékot. Ezért egy kicsit úgy akadozott, de tulajdonképpen jól mentünk föl, nem is túl lassan, hogy mondja, a fölállt védelem ellen azért, hogy beálltak védekezni. Jó, visszazártak, elég gyorsan tudtunk jutni a támadó harmadik. Ott még meg is járattuk körbe, de azok az elmozgások, amelyek kellenek ahhoz, hogy föl tudjuk törni, azok most még nem voltak meg. Egy tény és való, hogy ezeknek azért a jövő, ezek inkább a jövőbe fognak bekövetkezni, hiszen egyrészt biztos, hogy lesz átigazolás egy-két poszton, másrészt nem lett volna jó, ha itt most nem ismerem meg a játékosok egyéni képességét, hogy tudnak improvizálni bizonyos esetekben, és ha nagyon besémáznánk a játékot, akkor viszont minden rövid idő volt hozzá, azt egyébként nem is szeretem, mert sokkal lepőbb visszaesnek, és azt a minimális sémákat, amelyeket kell tudnunk ahhoz, hogy mikor két csatárnak van, mint a Ferencitól, hogy azzal mit lehet kezdeni. Egy tény is való, hogy ebbe lesz gondunk, ezt mondtam a csapatnak is, hogy szerkezetileg bele kell majd munkálni olyan szituációban, amikor ilyen váltások vannak, mert az állóképességi problémák miatt nem képes adott esetben egy játékos a megváltozott feladat körének megfelelni, és ezért lehet, hogy cserélni kell. Most kint ezt akarom majd még, hogyha nyilván akik ödekerülnek játékosok, mert lesz azért egy-két-kettő, azok posztra jönnek, tehát azt tudom, hogy azt meg tudja csinálni, illetve majd aki marad, aznak nyilván azt a feladatkört, azt a két feladatkört, amit tudnia kell, arra az megfelelő technikai, taktikai és állóképességi dolgokat azt el kell sajátítani. Úgyhogy tulajdonképpen így 0-2-ről már elégedetnek mondhatom magam, mert azért 0-2-ről egy ilyen fegyelmezett csapat ellen nem könnyű már egyenlíteni, és még hozzáteszem, hogy a kapus bagulokat is bemutatott, bizony, mert a Ferenci fejessénél, meg a Varga szabadrúgásánál, sőt volt még egy-két olyan szituáció, amikor bizony belenyúlkánk szépen, ami nem volt egy nekünk ideális. Viszont jól sikerült a csere, Fitos jól állt be, Tóth Norbert jól állt be, volt szerzett. Igen, hát a Fitostól ezt várom egyébként, és beszéltem is vele, hogy ha csak így tudja, úgy mondjam, a játékot játszani, ahogy játsza, az azért kevés, mert én nekem volt játékosom kétszer azt hiszem. Tehát ettől azért lényegesen jobb teljesítményeket nyújtott. Úgy tűnik most, hogy erőben nagyon jól nézett ki, tehát sok sprintet futott, rá mert cselezni a hátvédre, és hát a bravúros beadásra is voltak, amelyből egyikből lett tulajdonképpen a gól, de majdnem sikerült még egy másikat is, csak ott túlfutott a tót egy kicsit a röviden, és ha hátvéd marad, akkor az is ugyanolyan lett volna, de ott egy kicsit lassabban jött a labda, túlfutotta magát. Hát ez mindenképpen jó, hát a tót az külön talán nyilván, első nyilvás csatárnak mondanám én, amiket itt látok tőle, és hát biztos, hogy a nyáron majd jobban meg kell nézni ezt, hogy milyen mértékig terhelhető, mert arra brazírozni, hogy valaki beáll 20-25-30 percre, azért ezen a szinten már nem lehet, legalább őt én legszívesebben játszhatnám hosszabb ideig is, hát majd meglátjuk, hogy orvosi vizsgálatok még mit mutatnak, majd ki őt így nyilván fokozottan is figyeljük. De ő is egyébként erőben lényegesen jobb. A Lakin láttam ilyen kedvetlenséget, egy kicsit nem is, hogy kedvetlenséget, de fásultságot, bár például a múltkor is nagyon jól játszott, bár nem volt elég pontos a kapu előtt. Most is ugyanaz volt, hogy voltak nagyon jó dolgai, de nagyon sok labdavesztése van, mert őt kiemelten figyelik, és sajnos egy külön programban kell majd fölkészíteni erre a dologra, hogy önmagát szabadra játsza, mert állandóan úgy passzolnak rá a labdát, elkéri, de nem játsza magát szabadra, és állandóan meglógják, tehát mögötte jön a lévő. Hát ezt profi szinten azért úgy néz ki, hogy lejátsza magával az ember.
embert, és úgy éri csak el, mert egy előbb-utóbb megsérül, elkedvetlenedik, meg el is fárad, mert berúgdosnak a várniával, és azért olyan képességű játékos, akit nem szívesen cserélek le, mert tud villanni. És most nyilvánvaló, hogy a Gilmore-nak nagyon lényeges lesz az, hogy ő például ő, hogy tud majd olyan sorozatban olyan teljesítményt nyújtani bólokkal, bólpasszokkal és mezőnyjátékkal, amire ő elvileg hivatott, hiszen azért, mikor győri edző voltam is elég régen, már a Laki akkor is név volt egy kicsit a futballban, így győri futballban, hát itt elsősorban, mert tényleg olyanokat tud a labdával, amellett gyors is, jól indul, jól cselez, kicsit lehetne fizikailag jobb, nyilván erősebb, de hát ilyen. Azért is érdekes, hogy nem szeret a szélén játszani, pedig ott kezdte, mert egy ilyen alkattal inkább az lenne jó, mint a, vagy pedig mélyen hátra, relatív a vég mögötti pozíció, amihez viszont nagyon sokat kell futni, és sokat kell védekezni. Most ő középúton van, én szerintem utol fogja magát érni, jól dolgozik edzéseken, és most erőben is, ezen a meccsen ugyan nem, de a többi mérkőzésen javulást láttam, most egy kicsit azt a lakit láttam, amikor idejöttem, hogy csetlet, bottot, elesett, elfáradt, villant, aztán nem tudni, hogy elfáradt, tehát én nem lehetett ki látni, hogy most mit tud igazából. Jó, köszönjük szépen, Csarkán Stavukra.